Vasárnap nyílt levélben jelentette be Újhelyi István, hogy kilép az msp ből A politikus közösségi oldalán kifejtette, hosszú idő belső vajudása és gyászmunkája után teszi meg a bejelentést. Azt írta, valami összeragadhatatlanul eltört, 10.623 nap után elbúcsúzik a Magyar Szocialista Pártól. Nem időszerű. Márton Roland, az MSP székesfehérvári képviselője, a párt országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsát elnöke sajnálatát fejezte ki Újhelyi István kilépésével kapcsolatban. Újhelyi István nagyon jó barátom és harcostársam, nagyon sajnálom ezt a döntését. Azt is, amit ő döntött meg, azt is, hogy mikor, tehát az időzítését is, hiszen azt gondolom, hogy egész Európa egy nagyon súlyos konfliktusban van. Magyarországon minden eddig inél jobban lepleződött le az, hogy az elmúlt évek és a sokadik neoliberális gazdaságpolitikai kurzus súlyos megélhetési válságba szorította az országot. Az MSZP-ben jelenleg tisztúítás zajlik. Újhelyi István korábban még a párt elnöke akart lenni. Sajtóértesülések szerint a társelnöki pozíció kapcsán Márton Roland neve is felmerült. A fegyelmi bizottságot vezetem szakemberként, hiszen elismert ügyvéd vagyok, jogász, túlnyomó részt az én munkám az MSZP jelenlegi alapszabályának és az elkészítése, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a szakértelmemmel tudom én segíteni a, a, pártomat. a politikus hozzátette, a kongresszuson az Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának elnöke posztjára pályázik. Az MSZP támogatottságát a legutóbbi közvélemény kutatások 1-2 százalék körül mérik. Márton Roland szerint egy nemzeti egységfrontot kell létrehozni, minden ellenzéki párt részvétel lével civilekkel függetlenekkel